Akkor szép napos délután kívánok minden kedves megjelentnek. Egy-két szót szeretnék szólni arról, amivel kapcsolatban a legtöbb kérdést kaptam így az elmúlt pár elvonulás, retreat és hétköznapi gyakorlat alatt. Nevezetesen az, hogy sokan eljutottak már odáig, hogy hallottak a buddhizmusról, és mihelyt utána erre ráálltak, jön rögtön a kérdés, hogy ugye akkor jó, de közben mit csinálok, hogy kéne ezt csinálni, hogy az egész hatékony legyen, és próbáljak valami extra dolgot érezni, amit addig nem, amitől valóban meditációnak érzem a meditációt. Úgy kell elképzelni, mielőtt ebbe belemegyek, ezt az egész meditációs gyakorlatot, mint a tudatnak egyféle öngyógyító tevékenységét. Tehát amikor eltörjük a lábunkat, vagy bármiféle egyéb bajunk van, akkor ugye nulladik lépésként kapunk egy gipszet, befekszünk az ágyba, szépen nézegetjük a tévét, egyéb dolgokat, és igyekszünk nem terhelni, azután pedig csak lassan terhelni. És akkor a csont az evolúciónak és egyéb dolgainak hála szép lassan elkezd összeforni, egy idő után már nem is fáj, azután lassan levehetjük a gipszet, elkezdhetünk járni, és rövid időn belül újra erős és épp a lábunk, mint a kicserélték volna. A meditációs gyakorlattal körülbelül ugyanez a helyzet. Amit csinálunk, leülünk, nem mozdul a test, és igyekszünk egy nem mozduló tudatot is megtartani. Ez körülbelül pont annak felel meg, mint amit ugye a lábtörés esetén az ágyban végzünk. Nem mozdul a test, tehát igyekszünk mindenféle mozgást elkerülni. Ez olyan, mintha megpróbálnánk egy horgonyt ledobni a viharos tengeren. Tehát, hogyha egyelőre nem tudjuk még használni a szeleket, nem tudjuk teljes egészében szabadjára engedni a hajót, nem vagyunk még urai a helyzetnek, akkor ledobunk egy horgonyt, és ezáltal legalább azt biztosítjuk, hogy nem sodor el bennünket a vihar, és nem történik a hajóval semmi gond. Nos, a horgony ledobás a tudat részéről különböző formában történhet, és minél inkább próbáljuk ezt fixálni, egy helyre kötni, azért, hogy megtapasztaljuk ezt a nem mozdulás állapotát, ennek megfelelőképpen tudjuk ehhez választani a gyakorlatot. A legegyszerűbb gyakorlat a testünk, illetve hát első körben a lélegzés figyelése. A lélegzetvétel az eléggé automatikus, tehát a belégzéssel nem nagyon kell foglalkoznunk, egy kicsit megpróbáljuk a kilégzést elnyújtani, és pusztán szimplán figyelni anélkül, hogy megpróbálnánk azzal foglalkozni, hogy ez a légzés jó-e vagy nem jó. Ez a hozzáállás azért nagyon fontos, mert saját esetemből indulja ki, elég sokáig próbáltam ezt a gyakorlatot végezni, és a megfigyelés puszta ténye már megkavarta a légzés ritmusát. Tehát mindenképp próbáljuk megkeresni a testnek azt a helyét, ami egy kicsit a lélegzetvétel alatt van, ami nem változik a lélegzetvétel közben. Ne figyeljünk tehát mellkasi tájékra, hasi tájékra, sehova olyan területre, ahol keresztül áramlik a levegő, illetve ami közben mozog a test, hanem próbáljuk megtalálni a köldök alatti azt a részt, ahol a lélegzetvétel a testet már nem befolyásolja. És hogyha ez megvan, akkor onnantól kezdve próbáljunk ott lenni, ott jelen lenni, és egyszerűen onnan figyelni a légzést. A következő gyakorlati forma, az mantrázásnak, vagy egy szótagnak, egy mondatnak, vagy egy esetleg hosszabb szövegnek az ismétlése. A következő, feltesszük azt a kérdést, ami a létünkkel a legalapvetőbb módon kapcsolatos, és próbálja keresni ennek a forrását. Ez lehet a mi vagyok, a mi ez. Mindenképpen próbálunk egy olyan kérdést keresni, ami valóban leköti a figyelmünket, ami valóban motivál bennünket arra, hogy utána eredjünk, és próbáljunk minden egyéb dolgot elengedve csak erre a kérdésre választ találni. A következő, amit szoktunk javasolni, és ez még egy kicsit finomabb, próbáljuk kinyitni az összes érzékszervünket, elsősorban a fülünket, és minden egyes pillanatban igyekszünk azt hallani, ami éppen történik. Elmegy az autó, ez a szerzetes beszél, közben a madár csicsereg. Minden egyes pillanatban jelen vagyunk, és halljuk a hangot. Mi van akkor, amikor hirtelen hallunk egy nagy durranást az utcán? És abban a pillanatban visszatérünk a jelenbe, és rájövünk, hogy az előbb valahol teljesen máshol voltunk, tehát egy nagyon jó visszajelzés arra, hogy minél inkább megérünk, minél inkább magunkhoz térünk, annál messzebb jártunk az előtti pillanatokban. Tehát ez a gyakorlati forma arról szól, hogy már a tudatnak egy kellőképpen letisztult állapotában folyamatosan a jelenben vagyunk és vesszük az adást. És ehhez hozzá kell tennünk azt, hogy ugyanúgy, ahogy a lábunkra sem állunk rá, hogyha el van törve és gipszbe van, ugyanúgy a tudatunkkal sem próbálkozunk olyan dolgokkal foglalkozni, amivel nem kellene. Nagyon fontos, hogy próbáljuk meg egyszerűen csak a gyakorlatot végezni. Minden egyes pillanatban csak a gyakorlatra fókuszálni, és nem arra, hogy a gyakorlat az milyen. Azért nagyon fontos ezt megtartani, mert ellenkező esetben
szintén a saját vágyainkat fogjuk hajszolni, csak ülő, nem mozduló test és nem mozduló tudat állapotában. Tehát ha én azt szeretném tapasztalni, amit előtte elhatároztam, akkor lehet, hogy azt fogom tapasztalni, de valószínűleg nem az lesz, amit nekem amúgy tapasztalnom kellene, vagy amiről ez az egész út szól. Röviden ennyit szerettem volna csak így bevezetőképpen elmondani. A következőkben akkor Csongor Szunyim szerzetestársam válaszol a kérdéseitekre. Köszönöm Dóke Szunyimnak az értékes bevezetőt. És hát hallottatok ugye meditációs technikáról, az ennek így egy picit az értelméről. És amennyire ez a pohár nem egyenlő a vízzel, ami benne van, ugyanúgy a meditációs technika nem egyenlő a meditációval magával. Viszont valamilyen technikára szükség van. Az iskolánk ebből hármat tanít, a hangok felfogását, a kérdés feltételét és egy mantrának a benső hangoztatását. Minden más a koreai hagyományban eredetileg nincs benne. Ez bőven elég. De hogyha nem lenne pohár, akkor nem tudnám a vizet meginni. Pohárból, lábasból, kannából, üvegből, valamiből innom kell. Nagyon nehéz lenne akár a padlóról, akár a levegőből így molekulánként összegyűjteni ezt. Tehát a technikát ne keverjük össze a meditációval magával, és ugyanúgy ne keverjük össze a bennünk zajló gondolatok, érzelmek, beszéd és cselekvés folyamát magával, önvalónkkal, az eredeti igazi énünkkel. De hogyha ezeket nem vesszük észre, nem hozzuk vissza ide ebbe a pillanatba, akkor nem találjuk meg igazi önmagunkat, és akkor eldobtuk a poharat is, és elvesztettük a tartalmát, a vizet is. Mi emberek nagyon érdekes lények vagyunk, szeretnénk itt logikusak lenni, itt érzelmesek, itt lent ebben a köldökcsakrában erősek, tetrekészek, akaratosak, és itt a beszédünkkel mindezt követni, és egyértelmű képet adni róla. És ha már eleget éltél, akkor tudod, hogy ez nem megy. Tehát az életünknek ez a négy kereke, a gondolkodás, az érzés, a cselekvés és a beszéd, nagyon ritka, hogy egy irányba menjen. És az út, ha már kijelölted magadnak, az segíthet abban, hogy az életednek ezek a nagyon fontos alkotó részei, a lényednek elengedhetetlen tartozékai, ezek egy irányba menjenek, mert egy autó nagyon sok felé eljuthat, de akkor szétesik, hogyha az egyik kerék erre, a másik kerék arra, a harmadik emelre. Tehát az út az irányvétel. És ezért a meditáció nem technika. De technika nélkül nem tanulod meg. Úgyhogy a zen az tényleg túlmutat életen és halálon, túlmutat minden ellentéten. És ez egy olyan jármű, amit nagyon sok mindenre használhatsz. Használhatod arra, hogy az életednek a minőségei javuljanak. Ez a jármű mehet a bevásárlóközponthoz veled vásárolni, és elmehet a következő galaxisba, vagy galaxis halmazba is. Rajtad múlik. Szeretnék egy kérdést feltenni. Tehát, az ember nagyjából a halálán van, abban a pillanatban milyen meditációs technikákat kell, lehet, vagy pedig egyáltalán használjunk olyan állapotban, mikor érezzük azt, hogy eljött az az időpont, amikor eltávozunk, hogy itt koncentrációt csináljunk, vagy meditációt, vagy mit tud erről közelebb itt mondani a tanító? Jó, hasonlattal indítunk. Autóban vagy, és eltévedtél. Mit csinálsz? Ránézek a GPS-re. Pontosan. A GPS hogy működik nagy alapvonalakban? Ugye rámegy kettő vagy több műholdra, háromra kell, és akkor azt mondja, hogy fordulj balra, fordulj jobbra. És ez,
ha jól működik, akkor megérkezel a házhoz, kiszállsz az autóból, és bementél a célállomásra. Ez a test a jármű. A tudatod a vezető. Mi a GPS? A GPS az a tudatodnak a döntése, hogy te merre menj. De hogy határozod meg az irányt? Mi a tudatnak a műhold, vagy az irányadó, ami szépen meghatározza? És itt van egy teljesen nem titok, egy teljesen nyilvánvaló valami, amit az emberek nagy része nem vesz észre sajnos. Ez pedig az útválasztás. Tehát azt gondoljuk, hogy a halálnál valami olyan elképesztően különleges dolog történik, hogy arra egy különleges készüléssel, egy speciális gyakorlattal majd azt jól kipipáljuk, és akkor átmentünk valami másba. És a döbbenet akkor fogja el az embereket, amikor rájönnek, hogy ezzel a speciális ugrással, ezzel nem nagyon érnek el semmit. Ugyanis az életünknek az összes döntése, gondolatban, szóban, érzelemben és cselekedetben már kijelölte azt az utat, amit a testből való kilépés után mi be fogunk járni. Azt a halál pillanatában való különleges ugrással ezt nem tudod módosítani. Amit viszont mindenképpen javaslok, az a tudat maximális éberség gyakorlata azért, hogy ne függjön a testtől, ne függjön a gondolatoktól, ne függjön az érzelmektől, ne függjön a cselekedetektől, ne függjön a beszédtől, ugyanis a halál pillanatában mindez nincs. És attól halunk meg, hogy kilépünk a testből, és nem tudunk oda visszalépni. Ez a halál. Az élet az, amikor belépsz a testbe, ugye, és ott vagy, és érzékszervekhez kötött életet folytatsz, ahogy az autós vezeti az autóját. Autó kiöregszik? Na, ezt nem tudjuk eladni. Irány a roncstelep. Tehát a maximális éberség és a teljes pillanatbéli jelenlét az, ami átsegít itt. Ugyanúgy, ahogy az életben. A törvények nem változnak meg, a te állapotod változik meg. Mert nem testben vagy, hanem átmész egy testen kívüli állapotba. De a karmád az ugyanaz marad. Tehát ha tényleg akarsz erre készülni, akkor tisztítsd meg az életedet, és akkor a halálod is tiszta lesz. És természetesen technikák hegyeit lehet gyakorolni, csak akkor már nem kell kapkodni, hogy ja Istenem, hol van a technikám? Azt mivel akarod gyakorolni? Nincs tested, nem lesz agyad, nem lesz beszéded. A tudatod összes tartalma megjelenik úgy szép lassacskán. Tehát most, ebben a pillanatban tudod gyakorolni a tiszta, éber, jelenlévő tudatot, amely nem függ semmilyen tudati jelenségtől. Olyan tükröt, ami nem függ az eléje tett tárgytól. És akkor testben, vagy azon kívül, ugyanúgy tisztán tudsz maradni. És tiszta irányvétellel viszed a karmádat tovább. Úgyhogy az irányvételnek most kell nyilvánvalóvá válnia. Ezt a technikát most kell gyakorolni. Tehát azt a mantrát, amit a szekrényben tároltunk egész életünkben, nem tudjuk az utolsó pillanatban elővenni, felfújni és úszógumiként ugye a nagy tudatfolyamba beledobni, hogy majd az éberségünket azt fogja segíteni. Nem, azt most kell gyakorolni. Azt most kell csinálni. Minden pillanatodnak így életen és halálon túl kellene lennie. És ez a gyakorlatnak a lényege. És akkor nem gond az, hogy kilépsz a testből, illetve belépsz egy újba. Tovább szeretnék még kérdezni. Abban a pillanatban, hogyha netán fájdalmaim vannak, tehát a 6 érzékkapunál például kórházban vagyok, fájdalom, akkor lehet-e szedni valamilyen fájdalomcsillapítót, ez behatárolja ezeket a megoldásokat, vagy pedig szabad ezt csinálni, mert ez az éberség kárára megy nagyon keményen, hogyha fájdalmakkal küzdik valaki, és nem tud odafigyelni, amire nem is nem kellene odafigyelni, mert akkor van az ürességbe talán. Mondom, gyere vissza a pillanatba, és a fájdalomcsillapító kérdése az középutas. Tehát vegye el a fájdalmat, mert fájdalomkerülő lények vagyunk, és nem szeretünk szenvedni. Ez teljesen természetes. Tehát szedjél fájdalomcsillapítót, de annyit, hogy az éberségedet ne vigye el. Itt van egy középút. Még ébren vagyok,
de már nem fáj annyira. És itt van egy nem mazohista, de nagyon jó attitűd. A fájdalomnak ez a leszelidített, lecsökkentett, megszelidített része, ez vegyen részt az éberség fenntartásában. Tehát ne harapjon meg a saját kutyám, csak ugasson. A fájdalom az a szervezet házőrző kutyája. Ha betanítod, akkor azt csinálja, amit kell. Ha nem, akkor vagy megharap, vagy elrohan. Túl nagy a fájdalom, vagy éppen semmi nem történik. Úgyhogy a fájdalom vegyen részt az éberség fenntartásában. Tedd ezt is a gyakorlatodra, és ne próbáld taszítani. De vonzani sem, mert a fájdalmon is be lehet tépni. A fájdalom is termel olyan hormonokat, amiktől nagyon jól tudjuk magunkat érezni. Néha el kell vállalni azt, mint a búvár, hogy lebukik, úszik 50 métert, és utána pedig feljön, hogy most el fogom veszíteni az éberségemet, és amikor kijövök a testből, akkor majd visszanyerem. De ez egy nagyon kockázatos vállalkozás. Tehát az embernek nagyon tudnia kell, hogy mit csinál akkor. De van, amikor már nem bírja. És inkább az ébertelenségbe, vagy az eszméletvesztésbe menekül, csak akkor ki kell jelölni a következő pontot. Hogy miután annak vége, akkor mi legyen. Szívesen. Más kérdés? Bárkitől tessék? A fájdalom megszelidítése az érdekelne. Hogy az hogy? Történik gyakorlatban. Nagyon gyakorlatias vagyok, én szeretem az olyan dolgokat, hogy ez hogy működik. Van egy testi problémája bárkinek. Jó, visszatérünk a kutya hasonlatra. Okay. A kutya gyakorlatilag kétféleképpen tud ugatni ebből a szempontból. Vagy úgy ugat, hogy teli hold van, vagy valami szukának a szagát megérezte, és akkor azért ugat, vagy pedig azért, mert jön a tolvaj. És a gazdának tudnia kell, hogy a kutya miért ugat. Tehát ki kell lejönni a furkosbottal, a sörétes puskával, és tolvajt keresni, vagy pedig teli hold van, vagy időszak van, és akkor azért ugat, és vonyít, és nyűszít. A fájdalom is ugyanilyen. Néha azért fájunk, mert nem szoktuk azt a mozgást. Aztán azért fájunk, mert tényleg betegség lesz, vagy baleset lesz belőle, vagy egyebek, hogyha túlhúzzuk. És a szervezetnek így meg kell különböztetni azt, hogy illúzió a fájdalom, vagy pedig nagyon valós a visszajelzés, és oda kell rá figyelni, és akkor, ha nem, akkor tényleg baj lesz. Úgyhogy ez az első. És hogyha már az illúzió fájdalmat el tudjuk engedni, akkor a valós fájdalommal is például elkezdhetünk dolgozni. Az egyik például az, hogy ne itt gondolatból próbáljam meghárítani. Vagy ne itt érzelemből próbáljam meghárítani. Hanem egyrészt fogadjam el, hogy ez most van, próbálja meg a lélegzetemmel összekötni, és valahol ebben a pillanatban tükrözni az egészet, tudatában lenni, és mégsem ragaszkodni hozzá. És akkor az örömmel is könnyebben elbírunk. Tehát az öröm az önmagában örömteli, de amikor hirtelen kialakul utána a hiánytünet, abba bele tudunk pusztulni. Tehát nem az örömmel van baj, hanem az öröm elvonásával van a baj. És a fájdalmon keresztül kell megtanulnunk az elengedést. És akkor az öröm hiánya sem lesz olyan borzasztóan földhöz verő. Tehát ha azt kérdezed, hogy hogyan dolgozzunk a fájdalommal, ennek van egy közvetlen közelítése, amit most mondtam, de bizony az örömön keresztül is lehet, sőt kell is, mert ez ugyanannak az éremnek a két oldala. És el lehet jutni olyan állapotba, hogy a fájdalmat teljesen? Nem. A zen útján nem. Biztos, hogy nem. Amikor fáj, akkor csak fáj. Tehát amikor azt mondja, tégy félre mindent. És amikor fáj, akkor csak fáj. Ez egy nagyon-nagyon rossz szobának tűnik a kékszakálló hercegvárában. De nem az. Ugyanis pontosan kinyitod a tudatot, és elfogadod azt, hogy most ez fáj, és látod a fájdalmat a maga természetében, hogy ez mulandó, hogy ez még akár fokozható is lenne, de nem fokozódik. És bizony feltételekhez kötött.
ezért és ezért és ezért fáj. Tehát a mulandóság, a beteljesületlenség vagy tökéletlenség, és a kölcsönös függés, a feltételhez kötöttség, ez a garanciája annak, hogy ez elmúlik. És így sokkal könnyebb szemlélni. Tehát amikor egy relatív dolognak abszolút értéket tulajdonítunk, mert annyira intenzív a hatása, ez a nagyszónoki beszédektől kezdve a különböző fájdalomtípusokig és örömtípusokig, ez mind sajnos lehetséges. Tehát ha ezt látom, hogy a létezésnek milyen alapjegyei vannak, akkor azt is tudom, hogy ezek a megjelent dolgok egyszer eltűnnek. És ez az a bölcsesség, ami a tudatot megóvja attól, hogy rákattanjon, ugye, mint a majom a banánra, ugye, csak azt a banánt betették egy nagyon keskeny szájú korsóba. Ez egy afrikai vadász technika. A majom érzi a banán szagát, bedugja a kezét, rágyógyul, és utána nem tudja kihúzni, pont azért, mert ragaszkodik a banánhoz. A kis mancsocskája befér, de ha már benne van a banán, nem fér ki. És jön a vadász. És hogyha a majomnak lenne annyi esze, hogy elengedi a banánt, ez most öröm probléma, nem fájdalom probléma, akkor megszabadulna. De nem. És akkor jön a homo sapiens, és azt teszi a majommal, amit akar. Köszönöm. Még lenne kérdésem. Mondd. Ez a gondolattól, érzelemtől való függetlenítés, ez egy érdekes történet lenne számomra. Nem és csak neked, hidd el, de azért mondja. Hát, hogy ebből egy kicsit bővebben, ez is gyakorlati oldalról megközelítve. Tehát nem elméleti, hanem gyakorlati. Hát szerintem eddig is nagyon gyakorlatit kaptál, és ettől nem fogunk eltérni hát most beszélgetünk sem. Most, számomra ez még elméleti. De hogyha én ezt és tudom alkalmazni, az számomra az a gyakorlati. Vagy hát csinálunk egy konkrét feladatot. Holnap workshop lesz, akárki meglátja. Hát az a meditálásra lesz. Akkor lesz ez a gyakorlatba téve, de a beszédnek az iránya is sokféle lehet, és most szerencsére nem filozófiai és elméleti irányba dobbantunk el, hanem mindig lehozzuk a gyakorlatra. És most, hogy ebben szintén gyakorlatiasak legyünk, hozok egy másik hasonlatot, ez pedig a tükörnek a hasonlata. Tehát azt mondod, hogy hogyan lehet elérni a gondolattól és érzelmektől való függetlenséget. Rögtön azt teszem mellé, hogy ne akarjuk kiiktatni ezeket. Hiszen érzelmek és gondolatok nélkül, beszéd és cselekvés nélkül nem lennénk emberek. Tehát ezek mind kellenek. De a megfelelő viszony hozzájuk, a velük való nem azonosulás, de felelősségvállalás. A teljes és tiszta tükrözés és egyéválás az egyszerre valósul meg. És most jön a hasonlat. Ez pedig a tükröd. Mindenki használ tükröd. Valamilyen szinten tükrözünk. Bemegyünk a kis fürdőszobába, hálószobába, öltözőszobába, és ott a tükör. Odaállsz elé, és hogyha mondjuk a tudatod ragaszkodna az ürességhez, a gondolat és érzelemmentes állapothoz, akkor a tükör nem mutatna semmit, pedig már előtte állsz. És ez nagyon-nagyon szélsőséges és borzasztó tapasztalás lenne, mintha te nem lennél. De az ürességhez való ragaszkodás, ez ezt az élményt hozza, és ez a nihilista viselkedés, ez a nyugatra jellemző, mert ugye az isteni tökéletességet célozzuk meg mindenben, sok évszázados kondicionálás miatt, és a tökéletes üresség elérése az pontosan ez, gondoljuk mi, hogy semmi sincs. Igen ám, de akkor a semmi sincs. Tehát ha a tükör elé odaállsz, akkor annak a tükörnek kötelessége mutatni a te fizimiskádat egész alakos kivitelben. A másik probléma az, amikor ragaszkodunk ahhoz, ami a tükörben megjelenik. És akkor a következő dolog történik. Te odaállsz a tükör elé, megigazítod a frizurádat, a viseletedet, a sminkedet, utána kimész a szobából, de még mindig a tükör mutatja a képedet. Na, ez is baj. Tehát már rég el lehetne felejteni azt, ami történt, de még mindig rágódom rajta, még mindig be akarom hajtani, még mindig azonosulok vele, és akkor a szerencsétlen tükör gyűjti ezeket az árnyékokat egymásra.
és nagyon nem tud tisztán tükrözni, hogy a szobába bemegy mondjuk a férjed, és szintén szeretne a tükörben egy kicsikét ugye elfésülködni, de a te tükörképed még mindig ott van. Nagyon nagy baj. Következő torzulat az, amikor mondjuk a szeretem-nem szeretem tudat elkezdi megkötni az érzelmeket és a gondolatokat. Ez úgy működik, hogy odaállsz a tükör elé, és itt torok tájékon egy ilyen ekkora nagy ilyen strúmát látsz, egy ilyen hatalmas dagat, golyvás borzalmat, mert a tükör ott éppen kidudorodott. Amit szeretsz, azt ugye bevonzod. És az sokkal nagyobbnak látszik. És ezért, amit szeretsz, azt fogod és megkötöd. Igen, ám csak amit taszítasz, amit gyűlölsz, azt is megkötöd, csak egy más módon. Azon a módon, hogy ez pedig ugye távolabb megy, mert a tükör akkor távolítja azt, te az ítéleteiddel távolítod azt a valóságdarabot, és akkor meg attól lesz különleges. És a harmadik pátriárka, Szent Can azt mondta, hogy a nagy út nem nehéz, csak ne válasz és ne szeress. Ha nem gyűlölsz és nem szeretsz, fényesség vár, felhőse lesz. Na most ez is félelmetesen hangzik, mert Úristen, mindenki a szeretetet szeretné. Hát anélkül nem élhetünk. Igen, csak itt a dualisztikus érzelmekre alapozott szeretetre gondolt Szent Can, és nem arra az együttérző szeretetre, ami ezen dualitások kiegyenlítéséből és meghaladásából származik. Tehát nagyon fontos azt látnunk, hogy meg kell haladnunk ezeket a dualisztikus tudattartalmakat, mint gondolat és érzelem, de ne várd, hogy ezek tartósan eltűnjenek. Tehát a tükröd az mindig tiszta marad, és mindig azt mutatja, ami itt és most van. De az egyszer tényleg le kell pucolni. Miért? Ha egy tárgy, a tudatnak egy tárgya beleragad a tükörbe, akkor egy idő után csak azt fogja mutatni. Tehát te kisminkelted magad egyszer gyönyörűen egy estére, a párod épp nincs otthon, mert későn jön munkából, és követne téged ugyanabba a társaságba. És tudod, hogy ő is a kis öltönyét, a nyakkendőjét, a manzsetta gombjait föl fogja venni, ugyanazt a tükröt fogja használni. Tehát a rúzzsal adsz egy puszit a tükörnek, ez egy gyönyörű szép jelzés, hogy szereted őt. És ez mind szép és jó a való világban. Ha visszafordítjuk a tükörre ugyanezt, akkor az a tükör azon a ponton csak a rúst fogja mutatni egész addig, amíg le nem törlik. Mindent, bármit eléteszel, poharat, ecsetet, kamerát, széket, semmi más nem tud mutatni, csak azt a rúsfoltot. Ez az, amikor a tudat úgy elkezd ragaszkodni valamihez, hogy teljes téveszmék. És az a vicc, hogy tükör helyett ilyen mozaikba rendezett, kaleidoszkóp-szerű téveszmékkel fordulunk egymás és magunk felé is. És ezért nem halljuk meg, hogy a másik mit mond. Ezért nem értjük a másik szavát. Ezért nem érezzük át a másik érzelmét. Mert a tükör nemhogy nem tiszta, hanem vastag, több rétegű guánóban borítja a saját karmánk. Keményen, vastagon. És a gyakorlatunk pont azt jelenti, hogy tisztítsd le a karmádat, érd el igazi önvalódat, mely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör, és ebben a pillanatban úgy láss, hallj, szagolj, tapincs, ízlelj, gondolkodj, érezz, beszélj és cselekedj, ahogy az valójában következik a helyzetből és a kapcsolatodból. Így lehet működni. Tehát nézzük meg, hogy a gondolatokhoz és az érzelmekhez hogyan lehet viszonyulni helyesen, hogyan látod őket tisztán, honnan jönnek és hová mennek. És ez mind a zen gyakorlat tárgya. Jó. Hát akkor valójában, hogyha csak figyelem magam, akkor megvan oldva a probléma. Nincs. Tehát, hogyha látom, csak a kezdet. Hogyha jönnek, mit tudom én, hülye gondolatok, érzések, és azt elcsípi az ember, az egy jó dolog akkor már. Például egy beszélgetés kapcsán valaki olyasmit mond, hogy fölidegesítene, de hoppá, engem most ő fölidegesít, és elcsípem. Illetve ez már meglátod, mielőtt megtörténne. Megtörténne, és nagyon fontos azt látni, hogy a meditációval a tudatodnak a tere növekszik. Tehát a tükrödnek a reflexiós képessége növekszik, sőt a szilárdsága is. Most képzeld el,
hogy ezt a rárakódott szennyeződést te foncsoros üveggé tudod változtatni. Tehát ahogy a szennyeződés egyet tisztítod le, ugye az abba fektetett energiák visszajönnek, és a tiszta tudatba tudod őket tenni. Ez olyan, mint egy csődbe ment vállalkozásnak az eszközállománya, azt eladják, és az abból befolyó pénzt egy újabb, már lehetőleg nem csődbe menő vállalkozásba fektetik. Tehát a tudatod energiáját ebből a karmikus szeméthalomból ki tudod vonni, és a nem ragaszkodás és nem azonosulás tisztulásától ez az energia újra felhasználhatóvá válik. És ezzel a saját tiszta tudatod jelenlétét, erejét, tükröző képességét, felfogó megérzés, intuíció képességét, mert azért van itt ám több, ezt lehet növelni. És ez azért kell, ez azért jó, mert néha totálisan sokkot tudunk kapni egy hirtelen változástól, nem csak a szeretteink halálesetétől. Felbontasz egy borítékot és szívinfarktust kapsz. Hát mostanában elég sok ilyen borítékot lehet kapni. Tehát azért, hogy ezt kibírd, a tudatnak megfelelő tisztasággal és állóképességgel, szilárdsággal, bölcsességgel és együttérzéssel kell bírnia, mert ezek a sokkok pont a tükör legfinomabb rétegeit kaparják le, merevítik el, porítják föl. És ezek a megpróbáltatások nem azért rosszak, mert energiát kell beléjük fektetni, hogy kibírd, hogy türelmes légy, hogy megfogalmazd a választ, vagy befizesd a csekkedet. Nem az a baj, hanem az a baj, hogy a legfinomabb, legértékesebb emberi minőségeinket darálják le. Tehát türelmetlen leszel, szétszórt leszel, nem figyelsz a másikra, megszűnik a bizalom, nincs feltétel nélküli szeretet, nincs intim kapcsolat igazából, mert az életünket felőrlik ezek a külső körülmények. És miért törlik föl? Mert hagyjuk. Tehát ha kifejlesztenéd azt a tudatot, ami ezt nem csak hogy kibírja, hanem megfelelő módon reagálja le, akkor létezne az a tudati tér, az a nagyon nagy világos tér, ahogy azt mondtad az előbb, észreveszed, hogy ez most idegesít engem fölfele, de még a küszöbérték előtt leválasztottam róla, kivontam belőle az energiát, és akkor ez szépen nyomtalanul el tud tűnni. Jó, köszönöm szépen. Még a tisztítás szó úgy többször megütötte a fülemet, hogy letisztítjuk a tükröt, letisztítjuk. A meditáció a módszer van, vagy van más is? Hát a meditáció az ki tud fejlődni oda, hogy már nem testhelyzet függő, nem légzés függő, de az évek kellenek. Tehát, hogy mindig jelenlégy ebben a pillanatban, ahhoz el kell kezdeni, mint hogy a gyerek is úgy tanul meg biciklizni, hogy apuka bedugja partvisnyelet a nyereg mögé, és akkor fogom fiam, te majd biciklizzel. És egyszer csak a srác azt veszi észre, hogy apuka 30 méterre van mögötte, és ő pedig boldogan biciklizik. Na de először kell a partvisnyel, vagy a két kerék. Nekem a partvisnyel volt, kereket nem tettünk oda. És a lényeg az, hogy a technika is ilyen, először meg kell támogatni a tudatot, hogy pontosan azt csinálja, és aztán technika független lesz, de amikor van rá ideje, akkor tolja. Mert azzal mindig finomít magán, hogyha kvázi tiszta helyzetet teremt a meditációhoz, és egy kis csoportban, vagy egyénileg leülést csinálja. Tehát az mindig kell. Tehát a legnagyobb mestereket se láttam ugye ellustulni, hogy belül ne csináljanak semmit. Tehát most akkor már nem az ülésen, az éneklésen múlik, hanem a tudat már maximálisan önállóvá vált, és pontosan azt csinálja, amit kell. Nem kevesebbet, nem többet, nem mást. Köszönöm szépen. Szívesen. Még az lenne a kérdésem, hogy nem tudom most, hogy a múlt előadásom hallottam, vagy az interneten néztem, a vezetett meditáció ellen voltatok. Tehát, hogy ezt nem tartjátok követőnek. Ami magunk részéről, ezt nem tartom se hasznosnak, se alkalmazhatónak arra, hogy a zen célját elérje. Tehát az fontos, hogy vezetett meditáció, egy csomó mindent el lehet érni, csak nem tudod elérni a tudatnak a szabadságát, mert mindig ott van valaki, aki vezeti a meditációdat, nem enged hibázni. Nem engedi felfedezni azt az utat, amit éppen neked be kell járnod ahhoz, hogy felébredj. Tehát nyugodtan lehet vezetett meditációval élni, csak ez nem az, amit mi csinálunk. Mert ugródeszkának én nagyon jónak tartom. Tehát a magam életéből, amikor először találkoztam meditációval, egy ilyen stresszoldó, tehát egy nagyon jó állapot, és onnan lehet tovább lépni. Lehet, azt nem mondtuk, hogy rossz, az se, hogy jó, csak az, hogy határos.
határos, és mi ezért nem használjuk. Tehát van olyan, ez a Sonyu nevezető, ez egy a dharma játék, ezt így hívják. Akkor viszont megtanítjuk az embernek, hogy mit mondjon saját magának a meditáció mondjuk 15-20 perce alatt, és ez nagyon hasonló az autoszuggesztióhoz, önlazításhoz, stb. Stb. De mi a gyakorlók szellemi autonómiáját és a Buddha természetét, ami ezt adja, maximálisan tiszteletben tartjuk, és egy pillanatra sem vesszük el. Tehát amikor a meditációban neked megmondják, hogy mit csináljanak, akkor a tanítód külső pontos, tehát egy külső projektált tanítód van, aki messze menően nem egyezik meg azzal, ahogy te belül működsz. Tehát megmondja, hogy mit csinálj, de ez a karmád valós működését így vigyázba vágja és elindítja mondjuk a stresszoldás felé. Ez idő, ez egy ideig megy. Egy nagyon kis ideig megy. De mivel nagyon kényelmes, és nagyon nagy biztonságot ad, és jók az eredmények belőle, ezért bele lehet kényelmesedni, és azt mondani, hogy köszönöm szépen, én megkaptam, amit akartam, és ennyi volt. Hát nem ennyi volt, lelkem. Csak azt hiszed, hogy ennyi volt. És akkor ezzel itt befejeztük. Tehát kialakult a tudatnak egy újabb kényelmi zónája, ahol ismét újra termeli a saját szenvedését, mikor? Amikor a vezetés elmúlik. Amikor megszűnik a külső pont, elmúlik a külső hang, és akkor hiánytünetem van. Tudod? Tehát azt mondtam, hogy mi ezt nem csináljuk, nem is fogjuk. De lehet. Limitált célokkal lehet. Ezzel még véletlenül sem minősítem az olyan iskolákat, akik ezt alkalmazzák. Csak nézzük meg, hogy mihelyt támaszkodik a tudat valamire, és arra a botra állandóan támaszkodik, elfelejt önállónak lenni. Azt később restaurálni kell. A belső képek is érdekelnek. Ugye nyitott szemmel mondtátok, hogy ti nyitott szemmel meditáltok? Félig nyitott, vagy résre nyitott, tehát nem kell így meredni a térbe, mert az se mi vagyunk. Hanem egy ilyen félig nyitott szem, lefelé engedett szempillantás, ahogy hallottuk a bevezetőben. Méghozzá azért, mert ez a lefelé engedett szempillantás és a nyitott szem ide visszavetíti az energiádat a tantiembe, a köldök csakrába. Ha becsukod a szemedet, akkor szépen fölfelé fordul, álomban, halálban, alvás, mindenhol, szemgolyó fölfelé fordul, és elkezdi erre a vetítővászonra vetíteni a nagyképeket, az egész estét betöltő mozit. És az honnan jön? Elméből? Hát a saját karma. Olyan tárháztudatod van, hogy több életnyi kép van benne, azt mind vetíted. De az van, amikor jó. Ha... De nem jó nem és jó. Nem rossz, az mozi. Tehát ha szereted nézni, nézed, nem szereted nézni, akkor szűkölsz bele, de mozi. Tehát az nem a nem mozduló, nem keletkező, nem múló tudat. Az mozi. Tehát ez olyan, hogy ott ülsz a moziban, és nézed a filmet. Ez nem jó és nem rossz, de felmentél a vetítőterembe? Megláttad a vetítőgépet? Kifűzted a filmet? Megláttad a fényt a maga valóságában film és kivetítések nélkül? Találkoztál a mozigépésszel? Ez mind nincs, amíg csak nézed a mozit. Arra rájöhetsz, hogy mondjuk te rendezed, meg te is benne vagy, de és nit. És az emberek nagy része, tényleg én rendezem. Na de ennyi? Te vagy a rendező, és te vagy egy picit a színész, és akkor ezzel bezárult? Hát fel kéne menni a transzcendens magasságokba, és megtapasztalni, hogy ugyan milyen fénykelti életre ezt a mozit. Ki volt az, aki föltette azt a tekercset a gépre? És ki az, aki vezérli ezt az egészet? Na, ez a különbség. Köszönöm, ez jó eset. Az előbbihöz visszatérve szeretném kérdezni, hogy a testtörést te arra gondoltad, hogy nem természetes halállal hal meg valaki, tehát nem elalszik időskorára, hanem mit tudom, agyvérzést kap, vagy balesetet szenved. Igen, és akkor nagyon nehéz már megtalálni azt a természetes kilépést, ami hát sokkal fájdalommentesebb, mint mondjuk egy testi traumában elhalálozni. Tehát most szerzetesi példát hozok, mert ugye szerzetesi körökben szokás is ez. Ha gyakorlatát tényleg úgy végezte, ahogy, akkor egyrészt kb. Egy héttel azelőtt tudja, hogy ő menni fog. Egyre kevesebb ételt vesz magához, vagy már alig. Folyadék azt igen, mert azt tartjuk. És leül
az adott helyen, ahol azt mondja, hogy ő ott, és lélegzik egy utolsót, és viszlát. Volna nekem még egy kérdésem, lehet egy kicsit prózai, az ételek hatása a meditációra. Hogy mielőtt meditálunk, együnk, ne, tehát milyen van ez az öt elem hatása a meditációra, tehát hogy föl, mikor kicsit az elménk repked, hogy úgy mondjam, akkor egy kicsit nehezebbet egyén az ember. Tehát vannak-e ilyen instrukciók? Vagy... Ó, persze, persze. Vannak, méghozzá arról szól történet, hogy az a jó, hogyha mondjuk étkezés után eltelik egy kis idő, és a gyomor úgy kb. Félig van, amikor meditálsz. Egyáltalán, ha az ember teleszi magát, hogy jó magyarosan, akkor ilyen különböző állatseregletek fogják üldözni, nem csak álmában, hanem úgy meditációban, és ezt hívjuk kémiai alapú meditációnak. Tehát valami kemikália benned, a különböző emésztőnedvekből, hormonokból, gyomorsavból, és amit magadba raktál, és az bizony képeket is tud teremteni, tehát legyártom a magam színszűrésével azt a mozit, amit a karmám szépen már bekészített. És ez is meditáció, hogy ezt észrevegyem, csak legyártottam magamnak egy újabb akadályréteget, mert túl sokat ettem. Tehát körülbelül félig vagy harmadik kell ugye ennek a gyomornak megtelnie, méghozzá azért, mert ha teljesen üres a gyomrom, akkor viszont ugyanez van, csak a nagyon-nagyon finom képzetek jönnek elő, nem az ilyen dúvad bivaj, hanem ez a nagyon finom, kicsi ilyen porfelhő, déli bábszerű valami, mert akkor meg az a kémia, az üres gyomor kémiája lesz úrrá a tudaton. Így több mint két évtized távlatából visszanézve, én ezen a területen követtem a legtöbb hibát. És annyira más, amikor az ember jól csinálja, és nem eszi túl magát, és pontosan betartja, hogy ekkor és ezt, és a formális étkezés nagyon jó ehhez, mert az tanít és kondicionál arra, hogy együtt eszünk a többiekkel, mindenki egyszerre, mindenki ugyanaz, de nem ugyanannyit. És pontosan annyit egyél, amire szükséged van, és nem annyit, amennyit akarsz. És a kettő nagyon különbözik. Tehát ha megfelelő mennyiségűt és minőségűt eszünk, ez nagyon fontos, mert mi nem ételt eszünk, hanem ízeket. Tehát, hogyha megfelelő az ízgyűjtemény, nem túl intenzív és nem túl fűszertelen, akkor úgy tudsz jól lakni, hogy nem mennyiségileg laksz jól, hanem minőségileg. Tehát ezért mondja a templomi szabályunk, hogy ne keress kielégülést az evésben, annyit egyél, ami gyakorlatait fenntartásához kell. Tehát az nem jelent, hogy így szétsoványítjuk magunkat, de az sem, hogy a templom finom kosztján napi háromszori degesz étkezéssel egy speciális tantient fejlesztünk, ilyen jó nagyot, tehát nem erről szól a történet. Tehát itt ahhoz, hogy a tudatot kicsikét lenyugtasd, de az olyan táplálékot kell lenni, hogy az ott normális, nyugtató, tápláló és egyéb legyen. És éppen ezért a koreai zen templomokban a szokásos, jó csípős kimchi, kocsucsáng, tenjang, ilyenek, tehát ezek ilyen nagyon-nagyon komoly fűszertartalmat hordozó étel, ezek le vannak gyengítve a zen termekben. Tehát pontosan olyan fűszerezés az egész, hogy ne vezérelje túl egyik mirigyedet se, és akkor rendben van. Akkor a kaja az a helyén van. Jó? Ha az ember tudja, hogy mit szeretne, tehát érzi, hogy az szeretné, és azt nagyon szeretné, és a félelmek mégis az útjába állnak, akkor mit tud tenni? Azt kellene látni, hogy eredetileg nincs nyereség és veszteség. És nem az érzelmektől félünk maguktól, hanem attól, hogy azok megjelennek, megkapjuk őket, megnyerjük őket, vagy pedig elveszítjük őket, uram, bocsán, mind a kettőtől félünk. Ugyanis nem vagyunk racionális lények, hanem csak logikus gondolkodásra képes lények itt. Itt egy teljesen más világ van. A törvény ugyanaz, de itt az érzelmeknek a teljesen, abszolút paradoxon és logikával alig követhető világa van. Tehát félek attól, hogy megszeretnek, és félek attól, hogy nem szeretnek. Félek attól, hogy egyedül maradok, és félek attól, hogy nincs magánéletem. És ezeket
másodpercenként 24 képkockás sebességgel tudom változtatni, és így az illúzió nagyon permanensnek tűnik. A tudat sokkal több képkockával dolgozik, mint másodpercenként 24. Ezért tart annyi ideig, amíg a moziból meglátod a fényt. Tehát ne félj a nyereségtől és a veszteségtől, és uram, bocsánat, az összes érzelem és gondolat pillanatokat megszelidül, mert már nem akarsz olyan görcsösen velük dolgokat, meg embereket, meg állapotokat. Egy kellemetlen rossz gondolat, egy bosszantó dolog jut eszébe az illetőnek, hogy ilyeneket hogy lehet kiküszöbölni. Honnan jönnek ezek a fránya gondolatok? Hát én nekem például magamra visszatérve a régi múltból a rossz. És az a múlt meg honnan jön? Hát azt én se tudom. A katolikusok azt mondanák, hogy az ördög sugallja, mondanák. És az az ördög, az honnan jött? Hát azt én se tudom, de jön. Itt vagyunk a zenben, én se tudom. De ha ebből a nem tudóból jön, akkor ragadjuk meg ennek a nem tudónak a grabancát, és ne engedjük el. Ez a nem tudó tudat, ez nem gondolkodik, ez tudatosan nem érez, nem akar semmit, nem beszél semmit, és mégis ebből a nem tudóból jön minden. A jó hír az, hogy oda is megy vissza. Megtartom ezt a nem mozduló tiszta tudatot, az úgy működik, mint az olajtószt, az összes jószág bemegy. Tehát itt is erről van szó, a legrusnyább ördögnek a képzete, a leggyönyörűbb istenségnek a képzete, mind ebből a nem gondolkodó, nem mozduló tudatból származik. Ha azt elérjük, ha azt megtartjuk, ez megszelídíti az összes jelenséget. Mindent, ami a lelkünkben van. Úgy gondolkoztam, hogy hogy lehetne elűzni, és képtelen vagyok sokszor, képtelen. El tudjuk űzni a levegőt? Hát talán a rosszat úgy, hogy kiszellőztetjük. Talán úgy. De attól még levegő van a szobában? Hát csak van. Esetleg nem rossz a szaga. Hát akkor kicserélődik egy jóra. Pontosan. Tudunk víz nélkül élni? Hát nem. De ugye ne legyen szennyezett a víz, legyen tiszta a víz. Ugyanúgy a föld, a fém, a fa, a tűz. Tehát nem az ördöggel van a baj, hanem azt nem látjuk, hogy az az ördög honnan jön, hová megy, hogy működik. És ezért félünk tőle. Ha látnánk, hogy honnan jön, hová megy, és ha ezt az igazi önvalót éljük, a nem ragaszkodó névtől, formától, jövéstől, menéstől mentes tudatot, ide minden visszaszármazik. Ebbe az istállóba az összes jószág befér. És innen aztán jön is kifele. De csak az, amelyiket hívjuk. Kukorékolni kell, jöjjön a kakas. Ugatni kell, jöjjön a kutya. Bégetni kell, jöjjön a bárány. Tej kell, jöjjön a tehén. Aztán, ha elvégezte feladatát, megetetjük, menjen vissza. Úgyhogy nagyon fontos ezt látni, hogy semmilyen jelenségtől nem kellene megijednünk. De megszoktunk. Megszoktunk, mert nem látjuk, hogy azok hogy léteznek, honnan jönnek, hová mennek. Nézd, már mindig ugyan energiákba hittem, mert különböző helyiségekben sokszor valami mindig ott jut eszembe, ilyen jó vagy rossz. De hát az energiákban ugye hinni is lehet, meg látni is lehet. Tehát az nagyon más. Tehát a lelkünk szemeivel aztán tisztán lehet látni, tisztán lehet érezni, és akkor az ott is van. De ha meg csak gondolkodom benne, vagy akarok valamit, akkor ugye legyártom a saját illúzióimat. Már érdekes, hát pár éves koromban azt se tudtam, hogy mi az, hogy energia, még nem is hallottam, de már tapasztaltam olyant, hogy valamit olyan valaki megérintett, akit nem szerettem. Akkor írtoztam a tárton, mert az megérintette az illető, akit éppen nem szerettem valamiért. Hát ilyen mindegyikünkkel történik, és ezen megtanulunk túllépni. És a meditáció segít ebben. Tehát ne ustorral akarjuk hajtani, mert akkor egyszer csak visszajön, azt felöklál. Ez arról szól, hogy nem tudom büntetlenül elfojtani az érzelmeimet és a gondolataimat, mert a nyomás alatt a hőmérséklet nő, és ez a gondolatokkal és az érzelmekkel is így van. Elkezdek ítélni, hogy ez rossz, az meg jó, és ezáltal nyomást fejtek ki rá. Az egyiket vonzom, a másikat taszítom. És így nő az energiája. Ha gyűlölöm, akkor azért, ha szeretem, akkor azért. Így nem lehet dűlőre jutni.
Tehát lássuk tisztán az egészet, ítélet és így érzelemmentesen, és akkor az a jószág egyszer csak ott a széna, ott a szalma, visszamegy a Visszamegy, ahonnan jött. Visszamegy, ahonnan jött. Engedjük ezt megtörténni, jó? Bocsánat, ezt kinek adhatom. Újabb kérdésem lenne, hogy amikor én leülök meditálni, és felteszem magamnak a kérdést, hogy mi ez, hogy mi vagyok, akkor egyszerűen nincs semmi. Tehát így egy nagy űr. Gyönyörű. Kapok. Maradjunk meg ebben az űrben, majd elkezd működni. Jó, hát ez csak egy ilyen pár pillanatig szokott. Ez nem valaminek a hiánya. Ez valamitől való szabadság. Ez jó. Tehát akkor ez még nem a tiszta tudat. Nem kell erről gondolkodni. Űr, akkor űr. Legyen ott. És kész. Csak legyél ebben a pillanatban, itt. Megjelenik valami, és eltűnik, nem gond. Nem jelenik meg semmi, és nem tűnik el, az se gond. A füled az függ a hangoktól? Ugye, hogy nem? Tehát te hallgathatod a csendet is, és hallgathatod egy másik ember szavát is. Ettől a hallásod nem változik? Ez ilyen furcsa kérdés lesz, hogy ha meghal valakinek valakije, és érzi utána egy darabig a jelenlétét, és egyszer csak megszűnik, akkor ez valóban halál utáni energia visszamaradás, vagy pedig ez csak egy bennünk lévő illúzió, hogy az ott van. Tehát azt mi gyártjuk le, hogy az így van. Moni, ez most segít annak a szerencsétlennek, aki épp kilépett a testbe? Nem. Az segít, ha mondasz érte egy imát, énekelsz érte egy mantrát, és akár ott van, akár nincs, azt megkapja. Egy mantrát, egy imát, és bocsásd útjára, mert akkor tényleg a hozzátartozó emberek tudatától és lelkétől függ az az illető. Eleinte. Úgyhogy nagyon kevés az az ablak, az az időablak, amíg ez lehetség, és aztán a karmája szépen viszi. Tehát akkor itt is lehet tartani valakit, ha akarom? Persze. Egy darabig igen, csak ezzel pont azt csinálod, ami ellene dolgozik. Ezért mondták az emmesterek, hogy ne sírjatok, és ne gyászoljatok engem. Mennem kell, dolgom van, engedjetek elmenni. Tehát pontosan ez a gyász, ami meg kell, hogy történjen. És természetesen ne ezzel a teátrális ugye, attitűddel, ami nagyon sokszor van, hogy egymásnak csináljuk ezeket a dolgokat, azért, hogy úgy látszon, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon hiányoljuk, fájdalmas, mi milyen jók voltunk hozzá, mennyire szerettük, stb. Ez nagyon más, mint amikor valójában meggyászolok valakit. Amikor a lélekbéli kapcsolatot szép lassan eloldozom, elengedem, és szeretettel útjára bocsátom. Tehát ez teljesen más, mint az a teatralitás, amiről beszéltem az előbb. Na pont ez a teatralitás tartja ott. Tehát, hogyha a lélektől lélekig való kapcsolat az világos, akkor az is világos, hogy el kell tudni engedni. És nem lehet, nem szabad belemenekülni ezekbe a teatrális dolgokba. Úgyhogy természetesen a gyásznak van helye és létjogosultsága, csak ne ragaszkodjam hozzá, és ne akarjam itt tartani. Tehát van ragaszkodó gyász, és van elengedő gyász, és ezt az elengedést kéne közben gyakorolni, mert egyébként se tudnád itt tartani, csak késlelteted. Nézd meg, nyitva van így a tenyered, vagy csukva ökölben. Ez az egyetlen egy, amit a szívedben meg kell látni, hogy te belül elengedted-e vagy sem. Ez egy haláli este, most annyi ilyen kérdésünk van. Mondd. Elengedés fogott meg engemet, hogy... Elengedés megfogott? Valamit rosszul csináltunk. Igen, hogy miért van az, hogy valóban ragaszkodunk dolgokhoz, még ha rossz akkor is, hogy miért tettem. Mert megszoktad. Tehát, hogy megszoktuk, hogy van azért ragaszkodunk, akár jó, akár rossz dolgokhoz. Mondjuk szeretünk elvesztéséhez. De hát mégis azért van, amikor nagyon mélyen beleragad ebbe az ember, és akkor hogy lehet ebből kijönni? Szép, lassan, türelmesen ki kell belőle jönni. De először azt az irányt kell belül tudatosan fölvenni, hogy szeretnél ettől megszabadulni. Tehát el szeretnéd engedni, meg szeretnéd őt is szabadítani ettől a kötelektől. És ez lehet elhalálozott
és illetve életben maradó emberre egyaránt. És a tetteinkre vonatkozik? Ha jó, ha nem tettem volna. A tetteket meg lehet bánni, ezt a megbánást ki lehet fejezni. Vagy pedig el kell felejteni, hogyha már nincs mit tenni. De élő és holt előtt is meg lehet bánni azt, amit tettünk. És ez a megbánás, ez azért fontos, mert legalább részedről ezt helyre tetted, elengedted, és így a lelkednek az épsége, az egésze helyreállt. És mi van, akkor helyreáll? Aztán utána jön egy új korszak, újra előjön, ugyanaz a probléma. Hát akkor már legyünk annyival bölcsebbek, hogy ugyanazt ugyanúgy nem követjük el. Nem, ugyanaz a problémát. Olyan, most már túl vagyok rajta, most már nem érdekes. Pár év után, de kár volt. De hát még ugyanaz a 10 év ezelőtti esetről van szó. Pontosan, tehát ez a tudatnak ugye a ragaszkodás alapú reakciója magyarul. Nem tud napirendre térni a dolgok fölött, mert nem elég friss, nem elég tiszta, nem elég dinamikus, nincs itt ebben a pillanatban. Szét van osztva múltra, jelenre és a jövőre. Igen. És hát ezért kell visszatérni a pillanatba, mert a múltra, jelenre és jövőre szétoszlott, széttagolt tudat nem érheti el a felébredést. Igen. Na most ezért kell az, hogy visszajöttél ebbe a pillanatba, letisztul a tudatod, mint a tér, mint a tükör, és úgy látod a múltadat, a tetteidet, ahogy azok vannak. Na most, innentől kezdve meg lehet bánni a múltat, eltörölni nem lehet, az egy másik iskola, ahol azt törlik a múltadat. Itt nem törlünk semmit. De a megfelelő viszony, a megfelelő látás, az nagyon fontos. Tehát ezt vesszük föl. Megfelelő látásmód, megfelelő viszony ehhez a múlthoz. És így az emberekhez, az abban résztvevő emberekhez is megváltozik a viszonyunk. Tehát, ha hasonló helyzet jön elő, amit már magadban azt mondod, hogy ilyet többet nem, akkor még ha bele is esel, már nem olyan mélyen. Egy kicsikét hamarabb észreveszed. Utána, ha még egyszer elő, akkor még hamarabb, már csak 10%-ig engeded magad, utána pedig már teljesen befoldoztad azt a rést. És utána pedig ugyanúgy reagálsz rá, mint valami egészen más dologra, amire immunis voltál addig. Nem hagyjuk figyelmen kívül, nem próbáljuk meg eltaszajtani, de nem is esünk bele, nem gyártunk rá gondolatokat, érzelmeket, cselekvést végképp nem, és egy idő után meg tudjuk azt is csinálni, hogy nem kell kimondanunk, hanem a tudat tükrözte, nem azonosult vele, de meglátta, és tovább lépett. És azért érdekes ez, mert nekem volt olyan tanítványom, már meglett ugye korabeli ugye, ember, aki ezt végigjárta, és ő mondta nekem ezt a döbbenetes konklúziót, ők tudják, hogy életük végéig alkoholisták maradnak. Viszont azt is tudják, hogy csak ma nem isznak. Tehát úgy maradt tisztán, hogy tudja, hogy alkoholfüggő. És végig kellett járni a 12 lépést. Először beismerte, hogy ez van. Mert beismerte, hogy gyönge és erőtlen, és nincs ereje hozzá. Azt is meglátja, hogy ez miből fakad. És van ez a sok-sok lépés, ez nagyon hasonlít a buddhista tan 4 nemes igazságához, ahol meglátod a szenvedés tényét, okát, megszüntetését és a megszüntetésének az útját. A szenvedélybetegség kezelésében ezt gyakorlatilag újra fel kellett találni. Fel is találták. És az a legérdekesebb, hogy akik ezt végigjárták, azok az életről és a halálról sokkal mélyebb ismeret anyaggal és tapasztalattal rendelkeznek. Hangsúlyozom, ne ezen az úton óhajtsuk ezeket a tapasztalatokat megszerezni, mert nagyon májpusztító egy dolog, meg magunk pusztító, meg társpusztító, családpusztító. Tehát azért ezt ne. De hogyha visszajött valaki ebből a pokolból, akkor ott tényleg megtanulhatta a dudát fújni. Mert az összes döglött kutya ott van. Milyen döglött kutya? Tehát ez a régi magyar ugye, rigmus, hogy aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, ott kell annak megtanulni, hogyan kell a dudát fújni, ott vannak a férges kutyák, abból lesznek jó nagy dudák. Tehát ez egy nagyon fontos ugye, népdali rigmusba belevitt komoly tudati tapasztalat. Ugye a magyar nép ugye, ezt hozta, és nem az orfeuszi mítoszokat, ugye Orfeusz alászál, pedig
a görögöknél pontosan ugyanezt fejezték ki, csak egy kicsikét mitológikusabb eszközökkel. Ez ugyanaz. Tehát a saját tudattalanod vagy megoldatlan karmád alvilágába le kell szállni, és ott meglátni, hogy mi vagy, és mi az, amit magaddal hoztál. Mi az a jéghegy rész, az a 90%, ami a tengerfelszín alatt van, de mégis az a döntő. És ha ezt az ember megtanulja valahogy kezelni, megszelidíteni, jól látni, és nem rabjául esni, akkor valami olyasmit tud életről és halálról, ami pótolhatatlan, mert ez a tudás tapasztalati alapú, és nem kognitív alapú. És az AA, az pontosan ez. Tehát aki túléli, és ez minden megpróbáltatása igaz, az bölcsebb és együttérzőbb lesz, mint előtte. De vannak olyanok, akik ezt nem élik túl. Hát igen, ebben bele lehet mászni, elég kemény, amíg nem lehet kijönni, vagy nem jön ki, mert elgyöngül az akarata. Igen, és valahonnan az egésznek az alján van egy ilyen törés, és akkor az a csapóajtó ott lent kinyílik, akkor az van, hogy pusztulás és halál. És a másik része ugyanúgy, hogy az ajtó fölfelé megy, hogy új akarat, új szemlélet, új törekvés. És egy hatalmas kérdőjel van a csapóajtó két állása között, ugyanis nem tudják, hogy mi az, ami ezt megfordítja. Mi az, ami egy emberben azt mondja, oké, belehalok, másikban az, hogy oké, nem halok bele. Ezt az életben még nem találták meg. De bennünk van. Ez az a nem tudható tudat, ami bennünk mégiscsak dönt. Az eredeti döntéseinket ez hozza. A legkomolyabb, legkeményebb helyzetben ez a legfensőbb, ez dönt életről és halálról. És éppen ezért ennek a tudatnak az elérése iszonyatosan fontos. Ez a mi mozigépészünk. Összetöröm a vetítőgépet, vagy nem? És ha nem, akkor milyen filmet teszek rá fel? Azt kell látni, hogy a dharma, mint tan, az pontosan azt jelenti, azt a törvényt, ami szerint mi működünk. És ennek a szóbeli kifejtése és intellektuális megértés nagyon fontos. Az érzelmi átérzése is nagyon fontos. És innentől kezdve a cselekvésnek van értelme, iránya, és nagyon jól körülhatárolt célja. Ezt gyakoroljuk, csak szépen, humánusan, fokozatosan, és nem beledobjuk a mély vízbe az illetőt. És ami a gyakorlatunknak egy nagyon specifikusan zen vonása, az a koan gyakorlat. És amikor olyan helyzetbe kerülünk, hogy tudunk négy szem közti interjúkat tartani, akkor a visszavonulás vagy zen gyakorlat formája mellett elkezdjük azt a koan gyakorlatot, ami pontosan ezt a tiszta, független, világos tudatot először tapasztalja, aztán különböző helyzetekbe beteszi, hogy ott hogy reagálsz. És a koanokban minden megjelenik. Megjelenik az eredeti tanítás és a ráadott karmikus reakció, az, ahogy gondolkodsz róla. És akkor ezt is szépen bevesszük a repertoárba, és akkor megkapod azt a gerincét a tannak, ami az intuíciódat szépen csigolyáról csigolyára növeli, és azt a szellemi gerincet beállítja, hogy tisztán lássa szemeddel, tisztán hallja füleddel, tisztán érezz a szíveddel, tisztán gondolkodja fejeddel. És ez pontosan az a térszerű, tükörszerű tudat kell, ami itt most figyel bennetek, és ami hallgatja ezt az egészet. Szívesen. Utolsó kérdés. Vagy esetleg utolsó előtti. Azt szeretném kérdezni, hogy ez a kérdőjelet, a karma, az nem fordíthatja meg? Tehát az okokozat, ahogy éltünk addig. Ki a karmának a gazdája? Én. Akkor te fordíthatod meg. A karmád önmagában nem létezik, az nem egy másik személy. Nem is úgy gondoltam, hanem hogy az addigi életem okai. Tehát, igen? Hogy a kérdőjel azért tud átfordulni, mert addig... Tehát én okoztam azokat. Ez ennél sokkal mélyebb és sokkal egyszerűbb, az oda vezető út viszont sokkal bonyolultabb. Valójában nem tudod, mi fordítja meg, mert abban a nagyon mély pokolszerű állapotban semmi gondolatod nem marad. Semmi érzésed nem marad. Annyira, de annyira nem vagy ember magad előtt, minden önképed összeomlott. Minden ideálod összeomlott. Semmi vagy. És az is fáj. És onnan tudsz, nem tudod mitől, de és jössz fölfelé. De azt, aki elérte,
azt tudja, hogy ugyanolyan eséllyel pusztulhatott volna bele, és nem tudja, mi az, ami fölfelé hozta. De akkor van ennek a kérdésnek óriási jelentőség, hogy mi vagyok valójában. Amikor már egy darab önképem sincs, egy darab gondolatom sincs, egy darab érzelmem sincs, a testem romokban. És akkor mi az, ami még mindig vagy, ami már nem gondolkodik, már nem érez, már nem mozog, már nem beszél, de még mindig te vagy. Na, az hoz föl. Az hozza azt a döntést, ha hozza. De ugyanúgy dönthet úgy is, hogy viszlát. Köszönöm szépen. Szívesen. Csak annyit szeretnék, hogy a meditáció a téma. Itt szóba került a mozizás, szóba került az üresség. Én nekem lenne egy olyan kérdésem is, mi van a fénnyel? A fénnyel? Igen. Fotonokból áll. Mert rá volt olyan is, hogy nem volt semmi, csak fény. Hogy mi ez? Ez is egy mozizás? Milyen színű volt a fény? Tiszta, fehér. Fehér? Igen. Akkor mozi? Az mozi. Igen. Igen. Tehát akkor lehet így is mozizni, hogy képek nélkül, csak... Igen. Fény. Oda állsz a vetítőgép elé, nincs film, fény az arcodba, és mozizunk. És amikor színeket lát, vagy színeket érez, vagy nem tudom, tapasztal, inkább azt mondom. Annak a jelentősége most, hogy milyen szín, fehér szín, vagy egyéb szín, nincs jelentőség. Ugyanúgy a mozi része. Az a fehér fény az, hogy megjelent és eltűnt. A fény az itt is csak egy hasonlat. Tehát a teljesen tiszta tudat állapotában nincs megjelenő és eltűnő semmi. Fény. Lehet, hogy a tapasztalat része az, hogy BOOM! És akkor van egy ilyen villanás, vagy egyebek. De utána az megy. És nem a tapasztalata fontos, hanem az után megnyíló birodalom. Az a tudat, ami akkor tisztult le, amikor ezt a fényjelenséget tapasztalta az illető. Van úgy, hogy hangban, mint hogy egy robbanás lenne a fülben, pedig nem volt dinamita közelben. Ilyen is van. Tehát ezek mind olyan tapasztalatok, amikor a tudat kinyílik. Csak aztán vissza is tud záródni, hogyha a kis karmájából újra legyártja a maga ketrecét. Mert a ketrecet azt megszoktuk. Akár szeretjük, akár nem. Megszoktuk, ott van a biztonság, abban menedéket tudunk venni, és közben pedig lángol az egész. De ott a ketrecben az biztos. Úgyhogy minden, ami megjelenik, az eltűnik. A leggyönyörűbb fényjelenség is mozivá szépen rendezhető. A rendező nagyon okos. Kinyitja a színskálát fehértől, a narancsig, az ultraibolyáig, a liláig, a bárhova az infrába be. Mindegy, csak legyen esemény. Tehát ne ragaszkodj semmilyen tapasztalathoz sem. Nem, csak... Nem gondoltam. Csak úgy, jó. Úgy általában. Jó, csak hogy az üresség meg minden szóba jött, mondom, akkor ez is... Az is szóba jön. Jó, köszönöm szépen. Jó, tehát ezek a tapasztalatok fontosak. Ez az utunk része, az összes ilyen tapasztalás. De önmagában nem cél, és nem is eszköz. Ezek állapotok, amiket megtapasztalunk, és túllépünk rajtuk. És a saját tapasztalataitokról nem mesélnétek egy kicsit? Nem. Teljesen kizárt dolog. Teljesen kizárt. Több oka van ennek. Az egyik az, hogy neked nem segít. Nekünk meg kifejezetten árt. És azért árt, mert ezt kimondani önkéntelen és ént csinálunk belőle. És nem ez a tapasztalata fontos, hanem az a szív, ami a te szívedre ráhangolódik. Az a tudat, ami a te tudatodra rányílik. Az az egyévváló pillanat, ami most minket összefűz. Hogy jutottunk ide, az teljesen lényegtelen. Az ide vezető tapasztalatok mind törmelékek. Akár fényes törmelék, akár sötét törmelék. Tehát ebből soha ne csináljunk akadályt. Jó? Igen. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Akkor nem maradt más hátra, mint hogy szerzetestársammal, Dokeszunyimmal együtt megköszönjem a ma este tőletek kapott kitüntető figyelmet, azt, hogy ma a kánikula ellenére összejöttünk itt, és meghallgattuk egymást. Szeretnék mindenkinek jó egészséget, jó elhatározást és kitartó útonjárást kívánni, akármilyen utat választ. Ugyanis akármit gondolsz magadról, útonjárok vagy sem, szabadságom van, vagy sorsom van, meghatároztak, vagy éppen akarok valamit,
Egyet nem tud senki sem fölülírni, se a buddhák, se a bodhiszatvák, senki sem, aki emberi testbe született. Ez pedig az idő. Ez az idő egydimenziós. Egyfelé megy. Ezt hívjuk mulandóságnak. Ha akarod, ha nem, a születésed és a halálod között úton jársz. De hogy ez az út mennyire tudatos, azt te döntöd el. Hogy az idő múlékonyságát ebben a pillanatban hogy látod át, és itt milyen irányt veszel, az a te dolgod. De mindenki úton van. Csak azért, mert megszülettünk ebbe a testbe, így átélünk egy háromdimenziós teret, és egy egydimenziós időt, és ebben mindent, ami bennünk, másban és a világban történik. Erről az útról nagyon sokat lehet gondolkodni, de nem lehet letérni. Sokféle módon járhatod, de megállni nem tudsz. Az idő folyamatosan telik. Nem félni kell, hanem észrevenni kell. Nem a gondolatban keresünk menedéket, hanem a felismerésben. Tehát ehhez az útonjáráshoz, a tiszta felismeréshez és a helyes döntéshez kívánok mindenkinek jó erőt, egészséget, tudati, lelki tisztaságot, valamint azt, hogy időről időre találkozhassunk azokkal, akik ezen út iránt érdeklődnek. Köszönöm a figyelmet!